Nem csak országosan, Cegléd környékén is balesetekkel tarkított volt a hétvége, az egyik halálos kimenetelű volt. Azonnal jönnek a részletek, előtte azonban nézzék meg, milyen hétvégi eseményről számolunk még be. Teltház, Soltész Rezső, Péter Sramek és Gáspár Laci is fellépett a Városi Nőnapon. 35 ezer látogató az utazás kiállításon, Cegléd is bemutatkozott a nívós eseményen. És 2 éves a Mária Rádió, a helyi stáb minden nap több órás műsort készít. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a Városi Televízió hétfői híradójában. Idén is Teltház várta a Városi Nőnapon fellépő művészeket. Soltész Rezső, Péter Sramek és Gáspár Laci szórakoztatta a közönséget, a hölgyeket pedig természetesen a ceglédi polgármester is köszöntötte. Takács László úgy fogalmazott, a nőknek sok más mellett az a képességük is megvan, hogy a férfiak az ő kedvükért próbáljanak meg jobbak lenni. Tisztelt hölgyeim! Március 8-a nőnap a tavasz első ünnepe. Nem is lehetne ez az ünnep jobb helyen, hiszen a nők hoznak tavaszt az életbe. Fogalmazott köszöntőjében a város polgármestere Takács László. Beragyogják a hétköznapjainkat, csodálatosabbá teszik a családi ünnepeket. Ráadásul az a képességük is megvan, hogy a férfiak, vagyis mi, önök által és az önök kedvéért próbáljunk meg jobbak lenni. A nőktől kapott impulzusok segítenek minket, hogy még több energiát mozgósítva dolgozzunk önökért, a családunkért. A nőknek köszönhetjük az életet, de nem csak a születéskor, hanem azt követően is, hiszen az első napjainktól kezdve mellettünk vannak, segítenek minket. És a két legcsodálatosabb dolog is a nőknek köszönhető, a szerelem és a gyermekek, folytatta ünnepi gondolatait Takács László. De nem csak ezért kell hálásnak lenni a nőknek. Hálásak vagyunk a kedves mosolyokért, amelyekkel a szürke hétköznapjainkat megszínesítik. Az ölelésekért, amelyekkel a nehéz napok végén köszöntenek minket. Nekünk, férfiaknak nem sok dolgunk van. Pusztán annyi, hogy kedvesek, figyelmesek legyünk, becézzük, a tenyerünkön hordozzuk, egyszerűen szeressük önöket. Tapasztalati tény, hogy minél jobban szeret a férfi egy nőt, annál több kedvességet kap vissza. A tavasz első ünnepén a polgármester azt kívánta, hogy legyenek a hölgyek nagyon boldogok, mosolyogjanak nagyon sokat, a férfiak nevében pedig azt ígérte, hogy igyekeznek minél többet a hölgyek kedvére tenni. Az ünnepi gondolatok után 3 ismert és közkedvelt előadó, természetesen mind férfiak, köszöntötték a hölgyeket. Elsőként Soltész Rezső lépett színpadra. Majd egy nagyon fiatal énekes, Péter Sramek énekelt a hölgyeknek. A nőnapi műsort pedig Gáspár Laci zárta. Mindhármuk műsorát vastapssal köszönte meg a sportcsarnokot teljesen megtöltő és csak hölgyekből álló közönség. De természetesen nem csak a köszöntő szavak és a műsor várta az ünnepelteket. A város vezetői és a képviselő testület tagjai egy-egy szár rózsával ajándékozták meg a hölgyeket. Lesodródott az úttestről, majd oldalával az árokba borult egy kis busz a 4-es főúton Cegléd közelében vasárnap este. A tűzoltók áramtalanították a járművet, majd biztosították a helyszínt. Az összetört autót mentősegítségével emelték ki az árokból. Az elszállításáról a rendőrség gondoskodott. A buszban 8-an utaztak, közülük 2 könnyebb sérüléseket szenvedtek, őket a mentőkórházba szállították. Halálos áldozatot követelt viszont az a baleset, ami Csemő külterületén történt. Kerékpárost gázolt el egy személyautó vasárnap délelőtt. A baleset következtében a gépkocsi az oldalára borult, a kerékpáros pedig a helyszínen meghalt. A személyautóban csak a sofőr utazott, akit a mentősök gerincsérülésekkel kórházba szállítottak. A baleseteknek azonban sajnos még nincs vége. Ma kora délután a 4-es főút újszászi elágazásánál történt ütközés. Egy Volkswagen nem adta meg az elsőbséget a kereszteződésnél, szinte megállás nélkül hajtott ki a főútra, egy osztrák kisbusszal karambolozott. A vétkes autó sofőrét súlyos sérülésekkel szállították kórházba, úgy tudjuk, a kisbuszban utazóknak nem lett komolyabb baja.
A fürdő, a hotel, a kemping és Cegléd kulturális kínálata, valamint borászatai is bemutatkoztak a fővárosi utazás kiállításon. Nagyon sokan érdeklődtek a város strandjánál, de a színpadi produkcióknak is volt ceglédi vonatkozása. A triálbajnok Hegedűs László és csapata látványos bemutatója óriási sikert aratott. Mintegy 340 kiállító vett részt az ország legnívósabb turisztikai kiállításán. A háromnapos rendezvényen látványos standokon mutatkoztak be a régiók, városok. A ceglédi asztalnál mindig sokan voltak, rengetegen érdeklődtek a város iránt. Én több ízben is jártam már Cegléden, a Hotel Aquarelben. Nekem nagyon tetszett, nagyon színvonalas szálloda. Magát a várost annyira nem ismerem. Mi mindent kaptak itt most? Milyen prospektusokkal lettek gazdagabbak? Hűha, fürdős prospektust kaptam. Igazából az érdekelt most engem elsősorban. A Budai úti szabadidőközpontról, a város kulturális rendezvényeiről és a történelmi emlékhelyekről is kaphattak tájékoztatást az érdeklődők. Hamarosan elkezdődik a fürdő fejlesztése, mondta a polgármester. Szeretnénk, hogyha ez tényleg a jövőben egy olyan ágazata lenne a városnak, ami jelentős bevételnövekedést hozhat, és ezáltal pedig a városban máshol is megpezsdíti egy kicsit a gazdasági életet. A kiállításon nem csak a ceglédi, a környékbeli látnivalókról is tájékoztatást adtak a város standjánál. Az idei esztendőben nekifogtunk annak, hogy nem csak Cegléd, hanem Cegléd vonzás körzetének a turisztikai lehetőséget itt is összeszedjük, és Cegléden is próbáljuk összeszedni azokat az érdekességeket, azokat a látványosságokat, amiket az elmúlt időszakban annyira nem propagáltunk, és egy komplex szolgáltatást szeretnénk nyújtani a hozzánk látogatóknak. Minden régió és város próbált minél szebb, látványosabb standon megjelenni. Zalakaros például zongorás bevonulásával hívta fel magára a figyelmet. A külföldi kiállítók közül pedig Brazília volt az egyik legmutatósabb. A három nap alatt több mint 35 ezer látogatója volt a kiállításnak. A vendégeket színpadi produkciók is szórakoztatták. Hatalmas sikert aratott a Hegesó, vagyis a triálbajnok Hegedűs László és csapata, akik naponta többször is tartottak bemutatót. Két éves a Mária Rádió, a ceglédi stáb minden nap több órányi műsorral készül. Népszerű, sokan hallgatják, szeretik a helyiek, ez a tapasztalat. Az országos Mária Rádiónak két évvel ezelőtt a ceglédi volt a 8. vidéki stúdiója. A műszaki berendezésekre két nap alatt adományokból gyűlt össze az összeg. A rádió születésnapját élő adásban közvetítették, így a hallgatók együtt ünnepelhettek a stábbal. Együtt ünnepelnek velünk, együtt adnak hálát a mindenható Istennek, hogy együtt lehetünk, hogy együtt imádkozhatunk, hogy a Mária Rádió ebben a két évben önökért, önökkel együtt dolgozhatott, és hirdethette a megváltó Krisztusunk evangéliumát. Két évvel ezelőtt ilyenkor nagy izgalomban teltek egy leendő rádió, leendő munkatársainak napjai. Ekkorra derült ki, hogy a frekvencia után a műszaki berendezésekre való pénz is megvan. Egy hétvége alatt ugyanis majd 7 millió forintot adományoztak a hallgatók az ország különböző pontjairól. Beírják a megajánlott összegeket, amelyeket Cegléd számára ajánlottak, meg a ceglédi Mária Rádió, a ceglédi hallgatók számára ajánlottak meg, és izgatottan néztük óráról órára, hogy, hogyan emelkedett az összeg, amikor megismerték a ceglédieket, hogy részük legyen ebben a csodában, amit a Mária Rádió jelent. Az ünnepen részt vett a Mária Rádió egyik alapító tagja, Bokros Levente is. A mesterkanonok elmondta, élete egyik legszebb élménye volt a rádió elindulása, hiszen rengeteg ember összefogásából született meg. Másfél hónap alatt 120 önkéntes jelentkezett. Nekem még ilyen csoda az életemben nem volt. És még azt is merem mondani, hogy a protestáns testvérek mellénk álltak, és mindenki azt mondta, hogy kezdjünk bele, vágjunk bele, és olyan emberek jöttek, akikről nem is tudtunk. A rádió műsor nem csak a vallásról szól. Kultúrát, információt, irodalmat, művészetet is közvetít, ami nagyon sokat segíthet a lelki fejlődésben, hangzott el az ünnepségen. A születésnapi ceremóniára eljött a Váci megyés püspök Bár Miklós is, aki tiszta, reményt adó hangként jellemezte a Mária Rádiót. Próbáljuk mindig újra és újra
próbálunk valami többet, valami gazdagabb üzenetet megfogalmazni. A visszajelzésekből érzem, vagy tudom, hogy nagyon sokan szeretik, nagyon sokan hallgatják. És tényleg egy óriási előnye ennek a rádiónak, hogy nem olyan erőltetett szerkezete van, hanem ami mindennapi egyházi életünket adja tovább. A püspök azt is elmondta, szeretné, ha a fiatalok is vállalnának feladatokat, hogy értékessé tegyék mindennapjaikat. Azt hiszem, hogy az a legfontosabb, amit felnőtté válásunk során meg kell találni, hogy nem az a legfontosabb, amit kapunk, hanem amit tovább tudunk adni, amit mi is hozzá tudunk tenni ennek a világnak a szépségéhez, rendjéhez, gazdagságához. Hát ezt üzenem nekik, hogy vállaljanak bátran feladatot. Az ünnepségről természetesen a torta sem hiányozhatott. A gyertya elfújása után szétosztották a vendégek között, és baráti beszélgetés mellett elfogyasztották. Az olimpia volt a fő témája a gimnázium projekt hetének. A diákok tantárgyanként különböző plakátokat, rajzokat, újságokat és játékokat készítettek. Az intézmény vendégül látott három olimpiai bajnokot is, Ungvári Miklós cselgáncsozót, Martinek János öttusázót és Pálinkás László paralimpikont. Kérdezték a tanulók a sporthoz fűződő érzéseikről. A diákok már több hete készültek különböző alkotásokkal a gimnázium projekt hetére, mondta el a szervező Farkasné Molnár Mária. Tantárgyanként voltak témák, és tehát biológia, fizika, kémia, irodalom, természetesen a sport sem maradhatott ki, és a képzőművészet. Ezek a témákból dolgozták fel a gyerekek különböző produktumba. Plakátokat, újságokat készítettek a diákok, de akadtak olyanok is, akik egy teljes német nyelvű társasjátékot találtak ki. Az, hogy csoportban dolgoznak a gyerekek, tehát itt a szociális képességek, kommunikáció képességek fejlesztésében van nagyobb hatása, mivel sajnos ugye kilépnek ugye a nagybetűs világba, és ugye a mai világban már ugye a nagy multinacionális cégek is, meg a főiskolák, egyetemek is mindenképpen a csoportmunkákra helyeznek nagyobb hangsúlyt, tehát ezért is fontos ez a projekt feladat így. A diákok nagyon jól érezték magukat a projekt hét alatt, számos élménnyel és ismerettel gazdagodtak. Auerbach Dóra és Sebestyén Mónika csapata például biológia és a kémia tantárgy keretein belül alkotott. Nagyon kellemes élmény volt mind maga a felkészülés, amit ugye hát egy csoportosan tehettük meg az osztályunknak a részvételével, és mind maga az előadás, mert hát eleinte így féltünk tőle, hogy főleg, hogy négyszer kellett előadnunk díszteremben legnagyobb ilyen csoportok előtt, és hát úgy gondoltuk, hogy ez így nem lesz valami egyszerű feladat, de aztán kiálltunk, és jól éreztük magunkat. Munkájukban az emberi test izomzatát és működését mutatták be a többieknek, tette hozzá Sebestyén Mónika. Az volt az előadás címe, hogy látom rajtad, mit sportolsz, tehát a különböző sportolók izomzatáról beszéltünk, lebontva sportokra, és a végén pedig néztünk, és képeket mutogattunk a különböző legszebb izomzatú sportolókról. A projekt hét zárásaként három olimpiai bajnokot is meghívtak a gimnáziumba. Ungvári Miklós cselgáncsozót, Martinek János öttusázót és Pálinkás László úszót kérdezték a tanulók tapasztalataikról és a sporthoz fűződő érzéseikről. Kisorsolták, hogy a májusi mini Európa bajnokságon ki melyik ország csapatának a mezébe bújhat a 24 csapat, mind egy-egy ország válogatottjaként fog pályára lépni. A megmérettetésre Zömében ceglédiek jelentkeztek, de lesznek budapesti, szolnoki, albertisai és nagykörösi csapatok is. A szervezők egyedi készítésű mezt csinálnak a játékosoknak, ami örök emlék marad. Természetesen a versenyzőknek jár majd víz, csoki és oklevél is, a legjobbak pedig érmet, kupát kapnak majd.
A mini EB elnevezésű labdarúgó tornát május 7-én tartják. Kedves nézőink, ez volt a hétfői híradó, most a háttér jön, amelyben a városi nőnapról, illetve az utazás kiállításról is láthatnak hosszabb összefoglalót, híradó pedig holnap este 6-kor lesz, akkor is számítunk majd önökre, viszontlátásra.